Riasztást kaptak a pécsi tűzoltók. Stábunk éppen akkor érkezett a pécsi tűzoltó laktanyához, amikor vízszállító autót és segítségképpen még egy legénységgel ellátott tűzoltóautót küldtek egy bokros területre. Illegálisan lerakott szemét gyulladt meg, ezt oltották el a lánglovagok. A Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivő helyettesét eredetileg a tűzgyújtási tilalomról és a kiránduló helyeken történő tűzgyújtás veszélyeiről szerettük volna kérdezni, de aktualitást adott a szeméttűz. Sárkány Sándor elmondta, hogy aki most kirándul, a kijelölt tűzrakóhelyen sem rakhat tüzet, tilos a tűzgyújtás a vasutak és a közutak melletti erdőkben, fásításokban. Több tényező határozza meg, hogy ezt elrendeljék, ezt a fokozott tűzgyújtási vagy a tűzgyújtási tilalmat. Nyilván a meteorológiai körülmények, az erdőben található élő és holt biomasszának a szárassága, valamint a tűzesetek gyakorisága is. Ezeknek a száma ilyenkor jelentősen meg szokott növekedni. Éppen most a kollégáim is egy hasonló szabadtéri tűzesethez vonultak ki. A 6-os főút Budapest felüli bevezető szakasza mellett több száz négyzetméteren található illegálisan lerakott szemét. Ennek egy része gyulladt meg most. Az aratási időszak közepén a szóvivő felhívta a gazdálkodók figyelmét is, hogy a bálák tárolásánál, szállításánál figyeljenek arra, hogy azok közvetlen környezetében ne legyen gyúlékony anyag. Éppen az elmúlt nap történt egy olyan eset, ahol munkagép gyulladt meg, és a munkagép mellett található több 10 000 bála is lángra kapott. A szóvivő hozzátette, hogy megnövekedett az ilyen tüzek száma. Mivel ezekben az esetekben a lángoló tárgyakat csak körülhatárolják és megakadályozzák a továbbterjedését, oltani nem tudnak, ezért is kérik az óvatosságot.